Szerbusztok, kedves dalos barátaim! Énekóránk elindul, mégpedig egy nagyon-nagyon finom, fújós, szokásos skálánkkal. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, remélem, hogy jól vagytok, és ott tudtok ülni a képernyő előtt, hogy velem együtt skálázatok, hogy jól érezzük magunkat. Tehát indítsuk akkor orrunkon levegőt, és fújjuk. Ne felejtkezzetek el a mosolyról. Szerbusztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Jaj, nagyon örülök neked, Katika, nagyon örülök neked, Pék László. Úgyhogy mindannyiatokat nagy-nagy szeretettel. Itt van Ildikó is. Ó, nagyon örülök. Akkor gyakoroljunk együtt. Thank you.
Igen, az este tulajdonképpen szomorú, csak én azt gondoltam, hogy az óra végén fogok erről beszélni, mert akkor nem biztos, hogy sikerülne végigcsinálni ezt az énekórát, úgyhogy majd megemlékezünk, bizony. Ja, csináljunk olyant, hogy min, min, man, man. 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 Bizony, olyan jól esik az embernek, amikor megvárja az M betűhöz a levegőt, és megcsiklandozza egy kicsit a száját, az azt jelenti, hogy megérkezett a rezonanciába a levegő. Akkor ki lehet nyitni, és akkor bizony gyönyörűen szólal meg a hang. Hát akkor legyen egy olyan skála, hogy nézem a számlálót a számítógépemen, és most meg fogom nézni, hogy ez a három skála hány másodpercig tart. Ez egy érdekes kísérlet, mert ugye az ember, mikor énekel, sok problémát okoz, hogy mennyit bír levegővel. A kezdő énekesek bizony nagyon szenvednek a levegőtől, és én mindig azt szoktam mondani, hogy ha elgondolod, hogy például, ha például tudsz víz alatt lenni, hogy meddig tudsz víz alatt lenni, az bizony, hát egy olyan 40-45 másodperc biztos, hogy van. Úgyhogy én most megnézem, hogy ez a skála, amit csinálunk, ez hány másodpercig tart. Szia! Ha kitartom végét, akkor összesen 10 másodperc volt. Tehát biztos, hogyha azt akarjátok, hogy jól, sokáig tudjatok énekelni, nagy levegőt tudjatok énekelni, akkor bizony kell arra bizonyos borda közre figyelni, arra, hogy a borda megtartsa a rekeszizmot. És ugye, ha víz alatt vagy, akkor mindenképpen van egy ilyen visszafogó érzés, amikor az ember visszatartja a levegőt, automatikusan érződik, hogy bizony ott a rekeszizom, ami elválasztja a melizmot, mellüreget meg a hasizmot, az bizony egy kicsit megfeszül. És ezt hívjuk támasznak. Tehát nem nagy feszülés, hanem egy egyszerű kis visszatartó dolog, hogy ne hegyesedjen le nekünk a rekeszizom, hanem maradjon szépen kitámasztva a bordával laposan, mert ezen van rajta a levegő, és a levegő tetején ott csücsül a hang. És, ami mindig elmondandó, nagyon fontos, hogy a hangot sosem képzelem ki a torkomból, hanem azt gondolom, hogy itt van lent
amit itt tartok az orrommal, meg elküldök, az a levegő. Tehát olyan, mint egy lift. Lent van a hang, fölszáll a levegő is. A levegő, ami száll a magánhangzón, az bizony nyitva tartja a torkunkat. Na, hát szóval egy kis okítás volt megint, de jó, ha megfogadjátok, és ki is próbáljátok, sőt, az is ki lehetne próbálni, hogy például ebben a skálával hányszor tudjátok elénekelni ezt a skálát, és figyeljétek, hogy hogy kell tartani szépen akkor a bordánkat. Jó, tehát most legyen a kicsit kiabáló skálánk. Hi, 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 hi. Ezt a skálát, mert ugye mindig azt mesélem, hogy a magánhangzó egy darab valahogy nem elég nekünk. Nekünk legalább két értékbe kell hangzódjon el az a magánhangzó, mert amikor az elsőbe elindult a levegő, a másodikba fog megérkezni a rezonanciával. Tehát ezt úgy gyakoroljátok, hogy nagyon kell fújni ezt a H betűt, nem kell félni tőle, ha tartjátok a bordátokat, nem fog kifogyni belőletek a levegő, viszont mindig halljátok, hogy az E betű után lesz egy I, és az I-be csendül ki szépen a hang. És amikor gyönyörűen lekerekedik, de crescendálódik, ahogy szépen mondják, akkor tökéletes a hang. Csináljunk a zűskálánkat. A lényeg, hogy most is szépen, mosolygósan tartom a nyelvemet és az arcomat. Zűzó. Zizou.
picik egy kis koppantást, amit rátettem az orrommal és egy picit a gyomrommal. Igazából mindig azt szoktam mondani, hogy nem hangosan, hanem bátran kell énekelni. Ha túl hangosan énekelünk, akkor óhatatlan, hogy egy kicsit bekapcsolódik a tollunk. Viszont ha bátran megkoppintom egy kicsit, akkor még ott hátul az a gyönyörű, szétterült szájpadlás mögé még oda be szalad a levegő, és meghozza nekünk a kellő mennyiségű fejhangot. Jaj, egy kicsit elskáláztuk az időt, akkor már nem lesz pozitív skála, akkor az majd legközelebb pozitív skálázunk, hanem akkor elmondanám, hogy két nagyon szép dalt hoztam, mert ugye minden magyar nóta nekem, minden magyar nóta nagyon szép. Van egy hallgató, ami szintén felkerült erre a bizonyos Ötvös Csilla énekiskolájára, mégpedig Farkas Mónika énekelte, az a címe, hogy ha szívedbe zárnál. Ugye? Ez egy gyönyörű gondolat, hogy bezárjuk a szeretteinket, bezárjuk a szívünkbe. Ez lesz az első hallgató, és majd aztán konferálom a következőt, ami egy andalgó lesz. Tehát, fogadjátok szeretettel dr. Tasnádi László és Sági Ilona dalát, ha szívedbe zárnál. Ha szívedbe zárnál, szem lenne az élet. Rámad elé raknám a virágos rétet. Minden dalos madár csak nekünk dalolna. Ha szívedbe zárnál, milyen jó is az enyém lennél, virágok közt járnék. Szélben, hóviharban én soha se fáznék. Mindig mosolyognék, mindig csak dalolnék. Fénylő két szemedhez hűtlen sose lennék. Nagyon szép, nem ismétlem most meg, hanem szépen elkezdjük akkor a két megoldásos dolgot csinálni. Ebben úgy nézem, hogy nagyjából majdnem mindig kétféleképpen tudnánk elénekelni. Kezdjük, és mindjárt azt mondja, hogy ha szívedbe zárnál, szebb lenne az élet. Ha szívedbe zárnál, szebb lenne az élet. Szélben, hóviharban, én sose fáj.
akkor elénekeljük a másikat is, ami tulajdonképpen egy gyönyörű andalgó, mégpedig Horváth Péter, kedves barátom, és Pálkerti Zsuzsa, kedves kolléganő szerzeménye, ezt én énekeltem föl a CD-re. Az a címe, hogy Szép volt az este. Bizony. Szép volt az este, ez pedig egy szép andalgó. El kell mondjam, én meséltem nektek, hogy én tulajdonképpen a hallgatót nagyon szeretem, de bizonyos esetekben nagyon szeretem az andalgót is. Valahogy azok is annyira el tudják ábrándítani az embert. Jó, tehát akkor Horváth Péter, Pálkerti Zsuzsa, Szép volt az este. Szép volt az este, suttogott a lomb, hallgattam a csendet, hogy vajon mit mond. Sok-sok titkot súgott fülembe a szél, és minden olyan volt, mintha itt lenne. Tehát akkor azt mondja, hogy ez is egy kicsikét nekem mély, de ti olyan hangnembe teszitek, amilyenbe gondoljátok. Mindenkinek el kell találni, hogy milyen hangnembe szeret énekelni. A vastagabb, sötétebb hangúak természetes, hogy lent énekelnek. A szopránok, mint én, azok meg általában D hangnemben, de előfordult már az is, hogy bizony E-be raktam, és ha visszagondolok, drága kolléganőm Gyurkovics Mária, bizony, és Lehocki Éva, mindegyik szépen fönt énekelték a magyar notát, mert ő nekik olyan hangjuk volt, és abba tudták a legszebben előadni. Tehát szép volt az este. Remélem, hogy ti is azt mondjátok, miután letettem a tele közvetítést, hogy szép volt az énekóra. Tehát. Szép volt az este, suttogott a lomb. Szép volt az este, suttogott a lomb. Nem kellett levegőt se vegyek, mert ebben a tempóban, amiben énekeltem, egy levegőre is el tudtam énekelni. Hallgattam a csendet, hogy vajon mit mond. Hallgattam a csendet, hogy vajon mit mond. Sok-sok titkot súgott fülembe a szél. Sok-sok titkot súgott fülembe a szél. És minden olyan volt, mintha itt lenne. Minden olyan volt, mintha itt lennél. Álmodtam azt, hogy fogod a kezem. Álmodtam azt, hogy fogod a kezem. Hozzám olyan jó vagy, mint még senki sem. Jó vagy, mint még senki sem.
Csillagdalgó egy hallgató, ez volt a mai este anyagja. És most azért hagytam a végére, mert gondolom, hogy mindannyiunkat megrázott, hogy Búvári Lívia, kedves kolléganőm, operaénekesnő, operetténekesnő, magyar nótaénekesnő, mondjuk úgy, hogy zenekutató, elment, és most már ott fönt az égieknél kutatja a muzsikát, és reméljük, hogy a jó Istenke nyugtatja őt szépen. Drága Lívia, Isten óvjon, Isten nyugtasson. De sajnos van még egy hír, amit most láttam éppen meg az interneten, mielőtt elkezdtem az énekórát, hogy egy cimbalom legenda is elment, mégpedig Bicskei Géza, akivel én is sokszor, számtalanszor felléptem. Ő is elment, őt is a Jóisten nyugtassa és vezérelje oda föl a nagy égi csapatban, mert ott már bizony sajnos nagyon sokan vannak. Sőt, az én kedves karmester barátom, és tényleg barátomnak mondható, Bíró Attila, akivel számtalan hajós műsorban, amit például a Lívia szervezett, vettem részt, de operát, operettet, mindent tudott kísérni. Sőt, volt olyan még másfél évvel ezelőtt, hogy egy másik kedves zongorista barátom beteg lett, és délelőtt azt mondtam, hogy Attila, el tudnál jönni oda a szeretett otthonba, Békásmegyeren délután, hogy lekísér minket? És az Attila fölvette a szép kis ruhácskáját, akkor is már volt 87 éves körülbelül, és átjött, és hibátlanul lekísért, sőt, mi több. Volt úgy, hogy darabokat fejből kísért, nem is kellett neki a kotta. Tehát mind a hárman nyugodjatok békében, Istenke óvjon benneteket, és muzsikáljatok az örökké valóságnak. Szervusztok, jövő héten találkozunk. Jó éjszakát!